Nézzük most meg ennek az 5x5-ös méretű kalkudokúnak a megoldását. Ebben a kalkudokúban a művelet, amit alkalmaznunk kell, az a szórzás, amit itt látható. Kezdjük a megoldást a legegyszerűbb résznél, ennél itt, ugyanis ide 4-est kell, hogy beírjuk. Folytassuk tovább itt fönt, mondjuk, ugyanis látható, erre a három helyre a 2-est, a 3-ast és az 5-est írhatjuk csak is, hiszen ennek a három számnak a szorzata lesz majd 30. Ha most megnézzük az első sort, a legfőső sort, akkor azt látjuk, hogy ebből a sorból már csak az 1-es és a 4-es hiányzik. Nézzük meg, hogy hova írható be ebből a két helyből ez a két szám. Ide az 1-es, mint láthatjuk, nem írhatjuk be, hiszen ha függőlegesen nézzük, akkor a 40-et, csak 2-nek, 4-nek és 5-nek a szorzataként írhatjuk fel. Tehát az 1-es ebben a sorban csak is ide jöhet sehova máshova. És akkor, ami hiányzik még ebben a sorból, az a 4-es. Ez tehát 4 kell akkor, hogy legyen. Most mivel kijött itt a 4 ebben az oszlopban, ezért a maradék két szám, ez és ez, már csak a 2 és az 5 lehet. Ha most megnézzük ezt a negyedik oszlopot, ebből már csak 2 darab számból nem tudunk semmit, erről és erről. Viszont hiányzik ebből az oszlopból az 1 és a 3. Ide viszont alulra a 3-as biztos, hogy nem írhatom be, hiszen a 10 nem osztható 3-ban. Ezért ennek itt 1-nek kell lenni, ennek pedig fölötte itt akkor 3. Nézzük ezt az utolsó oszlopot. Ide az 1 alá, már csak a 3-ast és a 4-est írhatom. Igen ám, de erre a helyre a 4-est semmiképpen sem írhatom, hiszen ebben a sorban már van egy 4-esem, tehát ez itt nem lehet más, mint 3, és akkor ennek itt nyilvánvalóan 4-nek kell lennie. Nézzük az utolsó oszlopot, mi hiányzik még ebből. Megvan ugye az 1, hiányzik a 2. Viszont a 2-t ide nem írhatom erre a helyre, hiszen a 15 nem osztható 2-vel, ezért a 2-es csak is ide jöhet sehol máshol. Megvan még a 3 és a 4, ami még hiányzik, az pedig az 5. Ez tehát akkor itt 5 kell, hogy legyen. Ha megnézem ezt a 3 elemet, kijött már a 3 és az 5, 3x5 az 15, és akkor nyilvánvaló, hogy ide már nem írhatok más, mint 1, hiszen így lesz ennek a három számnak a szorzata majd 15. Az is nyilvánvaló, hogy ide mit írjak be, hiszen megvan már az 1 és a 2 ebből a három számból, ennek a 2-nek a szorzata ugye 2, és a 10-et, hogyha elosztom 2-vel, az 5. Ez tehát akkor itt 5 kell, hogy legyen. Akkor erre a helyre most már 5-öst biztos, hogy nem írhatok. És nézzük ezt a 3 számot itt. A 8-at az csak 1-nek, 2-nek és 4-nek a szorzataként lehet előállítani.
Viszont itt levonul ebben az alsó sorban már megmarad egy és a kettő, tehát ide már nem jutottam egyiket sem, azaz erre a helyre már csak is a négyest írhatom. És mivel kijött a négy, ezért fölé már csak az egyest és a kettest írhatom. Ide és ide. Igen ám, de most megnézem visszétes, akkor láthatom, hogy ebben a sorban már van egy egyesem. Hát akkor erre a helyre, mivel egyest nem írhatok, marad a kettő. És így módon ide már nem írhatok más, mint egy. Ide, erre a helyre, kettes már nem írhatok, hiszen a kettes már szerepel ebben az oszlopban. Maradt tehát a 3 és az 5. Nézzük most ezt a 3 számot. Ez a 3 szám is egyértelműen előállítható. 3-nak, 4-nek és 5-nek a szorzataként. De talán még egyszerűbb, hogyha megnézzük ezt a legalsósort, hogy mi hiányzik ebből, hiszen már csak egyetlen szám hiányzik. Megvan ugye az 1, a 2, a 4 és az 5, ami hiányzik az a 3. Egyel fölötte lévő sorban megvan az 1, a 2, a 3 és az 5, ami hiányzik az a 4. És most már rátérhetek akkor erre az elemre itt. Ide olyan számot kell beírni, amit összeszorozva a 3-mal és a 4-gyel, 60-at kell, hogy kapjuk. Ez pedig nem lehet más, mint az 5. Hiszen 3-szor 4 az 12, és 12-ször 5 lesz majd a 60. Ez pedig akkor azt jelenti, hogy itt már 5-ös semmiképpen sem szerepelhet. Valamint nem szerepelhet a 3-as sem, hiszen ebben az oszlopban itt lenn már van egy 3-szor. Így módon erre a helyre nem írhatok más, mint 2. Most már az első oszlopot megfigyelve azt láthatjuk, hogy ebből is már csak egyetlen egy szám hiányzik. Az pedig nem más, mint az 1. Ez tehát itt 1 kell akkor, hogy legyen. Most a 6-ost ennek a 3 számnak a szorzataként csak úgy kaphatom meg, hogyha mind erre a 3 helyre az 1-est, a 2-est és a 3-ost is. Igen, ám, de megvan az 1, tehát a másik két helyre már csak a 2-est és a 3-ost írhatom. Viszont erre a helyre nem írhatok 2-est, hiszen ebben az oszlopban már van 2-esem, ez tehát nem lehet akkor más, mint 3, és akkor a 2-esnek ide kell jönnie. Mivel itt van már ez a 2-es, ezért itt már 2-es nem lehet, ide már csak is 5-est írhatok akkor. Most kijött itt ez az 5-ös, ezért ide már 5-ös nem írhatok, maradt tehát erre a helyre egyedül a kettő, amit úgyis megkaphattam volna, hogy megnéztem volna ezt a harmadik sort, hiszen ebből már csak a kettes hiányzott. És akkor most már nagyon egyszerű a dolgunk, haladjunk sorban, nézzük ezt az első oszlopot. Itt megvan az 1, a 2, a 3 és a 4, ami hiányzik, azt tehát az 5. Ezt már itt sokféleképpen meg tudjuk csinálni. Például úgy, hogy mivel ebben a sorban már kijött a kettes, ezért itt másutt ebben a sorban a kettes már nem lehet, ezért ide csak is a 3-ost írhatom. Vagy megnézve ezt az oszlopot itt, a harmadik oszlopot, ebben már megvan az 1, a 2, a 4 és az 5, ami hiányzik, az pedig a 3. Ez tehát akkor itt 3 kell, hogy legyen, és akkor ezzel ezt a nagyon egyszerű alkudakút meg is oldottuk, ennek a megoldása tehát így néz ki. Megfigyelhető, hogy minden egyes sorban, minden egyes oszlopban szerepelnek a számok 1-től 5-ig mindannyian pontosan egyszer, valamint még teljesülnek azok a feltételek is, ezeknek a alakzatoknak a bal felső sarkában szereplő számok. Úgy kapjuk meg, hogy a bennük lévő számokat összeszorozzuk. Mindegyik elemre
ennek teljesülnie kell.